Azért jöttünk, hogy segítsünk, Magyarország segít a bajban lévőknek. A segítségnyújtásnak két iránya van. Egyrészt mindenkinek segítünk, aki átlép a magyar-ukrán határon és Magyarországon keres biztonságot. Most már több mint 460 ezeren átlépték a határt. Természetesen mindenkiről gondoskodunk, aki ezt igényli, szállást kapnak és ellátást a menekültek. A segítségnyújtás másik iránya az Kárpátaljára irányul. Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtjuk végre. 600 millió forint értékben és 1000 tonna mennyiségben rakunk össze tartós élelmiszer, tisztálkodási szereket, a kisbabák ellátásához szükséges eszközöket, vagy éppen kötszereket. Ez akkora mennyiség, hogy egyszerre nem lehet lehozni a határra, éppen azért folyamatosan szállítjuk a segélyszállítmányokat ide Kárpátaljára. Ma 5 kamionnal érkeztünk, ezeken 70 tonna áru van, tehát a mostani segélyszállítmány mennyisége az 70 tonna, 150 raklap, 200 millió forint az értéke, van több mint 50 tonna tartós élelmiszer, nagyjából 8 tonna tisztálkodási eszköz, körülbelül 2 tonna a kisbabák ellátásához szükséges eszköz, és a fennmaradó mennyiség pedig kötszer egészségügyben használatos termék. Kormányzó úr megköszönte, hadd köszönjem meg én is, és hadd emeljem ki Viktor Mikita kormányzó úr szerepét, aki új szemléletet hozott ide Kárpátaljára, és segíti a magyar-ukrán békés együttélést. Egy megbízható, komoly és jó partnert találtunk a személyében. Szeretném a nagyra becsülésemet kifejezni a munkájával kapcsolatban. Azt jelezte, hogy bébi éterre lenne szükség itt a közeljövőben. Én megköszöntem neki a jelzését, és kértem is, hogy a jövőben is mindig jelezze azt, hogy mi az, amire szükség van, vagy amire még inkább szükség van, mert ezt szeretnénk hozni. Most visszamegyek, és már rögtön jelzem, hogy a következő szállítmányt úgy kell összeraknunk, hogy bébi étel nagy mennyiségben legyen benne. Elég sok gyerek érkezik Kárpátaljára, vannak akik sérültek vagy betegek. Magyarország tud ebben segíteni? Természetesen erről folyamatosan zajlott és zajlik is tárgyalás. Már ajánlottunk fel segítségnyújtást beteg gyerekek magyarországi kórházi kezelésével kapcsolatban. Ez most is szóba került a kormányzó úrral. Természetesen ez a felajánlás továbbra is megvan. Meg kell beszélni, mi a konkrét helyzet és milyen segítségnyújtásra van szükség. És Magyarország ezzel kapcsolatban is készen áll a segítségnyújtásra.